Sziasztok, Simon Dávid vagyok, az első évadot feltörekvő zenekarokkal záró magyar zenemegfejtő. Az az érdekes, hogy abszolút nem volt-e sehol meghirdetve, hogy én olyan zenekarokról is, meg olyan albumokról is fogok beszélni, akik kicsit ilyen feltörekvőek, meg kicsit még per pillanat ismeretlenebbek, de ettől függetlenül azt nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki írt, és aki küldött nekünk, vagy akár csak egy számot, vagy egy EP-t, vagy egy albumot, és most ebben az utolsó adásban ezekről lesz szó. Kiválogattam 4 olyan előadót, akinek az alkotásai abszolút olyan státuszban vannak számomra, hogy megérnek egy kis szegmest. A koncepció annyi lesz, hogy belehallgatunk a lemezbe, és akkor utána én egy teljesen szubjektív, teljesen nem szakmai, hanem tényleg, mint eddig is az összes videóban, egy tényleg magánvéleményt fogok mondani az alkotásokról. Ezen túl is tényleg bátran küldjetek lemezeket, számokat, és ígérem, hogy ha nem is abban a pillanatban, de hogy igyekszünk majd a másik évadban is egy külön adást fordítani arra, hogy ezekről beszéljünk. Igazából, amikor megszületett a fejembe az egész csatornának az ötlete, akkor pont erre gondoltam, hogy de jó lenne, hogyha lenne egy olyan csatorna, ahol a még ismeretlen és igazából feltörekvő zenekarok tudnának egy kis teret kapni. Én a jövőben is inkább azokkal az előadókkal szeretnék foglalkozni, akik még a kicsit a mainstream alatt vannak, ilyen középhíresek, vagy akár teljesen underground, mivel szerintem ennek, mint ahogy jó párszor elmondtam jó pár videómban, hogy ezeknek az előadóknak, meg ezeknek a zenéknek per pillanat a magyar médiában nincsen platformja. Az első pedig legyen is egyből a Kaktusz, vagyis Kaktusz zenekar, és nekik a legújabb albumuk, ami pedig az Of Vampires, Witches, Priests and Other Human Beings címet viseli. Igazából ez nem egy kezdőzenekar, akiről most beszélünk, ugyanis ez már a 4. albumuk. Belehallgattam a régebbi zenéikbe is, és az volt az érdekes, azt nem igazán tudtam hol tenni, mert hogy ez az album, ez a legújabb, kimondhatatlan hosszúságú című, ez egy teljesen korrekt, indie rock, ilyen tényleg mai trendeknek teljesen megfelelő hangzásvilág, ilyen alteres indie rockos vibe, ami tök jó, meg tetszett is, meg az énekes is nagyon rendben van, meg jó a hangja, meg az is tetszik, hogy angolul szólalnak meg a számok, és nem zavaró egyáltalán a kiejtése, viszont képzeljétek el, hogy az előző albumaik, azok meg full ilyen elektrós, drum and bass-es, ének nélküli számokat hoznak, tehát azt nem értettem, hogy mi történhetett vajon ezzel a zenekarral, hogy elindultak valami irányba, és aztán egy homlok egyenest egy ilyen más irányt vettek föl, ami megmondom őszintén, hogy nekem ez tökre bejön, és tetszik az, amilyen irányba elindultak. Egy kicsit nekem Arctic Monkeys-os, főleg az első számoknál éreztem azt, hogy ilyen Alex Turner-esen ejtett egy pár szót pont az énekes, tehát hogy először így első hallgatásra így megijedtem, hogy jobb, akkor ez most egy ilyen félig ilyen tribute zenekar lesz, de hogy aztán szépen az album kiforrotta magát, és jó az egésznek az összhangja, csak nem értettem, hogy akkor hogy lett egy ilyen elektrósabb, ilyen élőzenésebb formációval hirtelen egy indie rock zenekar, de nekem abszolút tetszik. A következő lemez, ami egy 5-számos EP, az Bongornak a Flexi EP-je lesz, abba fogunk most belehallgatni. Srácok, az a helyzet, hogy nekem ez a Plexi LP, ez iszonyatosan bejön. Igazából mindenkinek ajánlom, aki kicsit is ebbe a hip-hop rap vonalba mozog, és szereti az újdonságokat, szereti az olyan friss arcokat, akik nem ez a mai, most tudjuk azt, hogy a trap az most nagyon menő, és nézzétek is meg az előző videómat, ahol a Trap Hungary mixtape-ről beszélek, de az igazából az egy saját kis burokba mozog az a stílus, és itt ez a lemez, meg a Bongor, ő megpróbált egy kicsit így ebből így kilépni, és megpróbált az a fajta rapper lenni, akik szerintem a mai világban nagyon ritkaság, ami alatt azt értem, hogy nem trap, és nem is ez az ilyen pop rap, hanem tényleg még az olyan fajta szövegelés megy nála, ami
tényleg szövegcentrikus, és tényleg azzal próbál kitűnni, hogy megpróbál minél ötletesebb, meg minél ilyen agyafurtabb szövegeket tolni. Ettől függetlenül megy nála ez a megint csak nagyon trendi, ez az ilyen hadarós rap, ezt igazából most szerintem Eminem az, aki most megint nagyon-nagyon a mainstreambe beemelte, ez nekem annyira nem csúszik, de például a Bongornál nem az van, hogy nem lehet érteni az egészet, hanem abszolút jól átjönnek a rímek, és ülnek is, és mind az öt szám különálló feelinget, meg vibe-ot mutat, és nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Igazából utoljára az NB-nél voltam ennyire lelkes, amikor hallottam őt először, és akkor igazából a belépő albumánál éreztem azt, hogy hú, ez a srác, ez most valami különleges lehet, és igazából itt a Bongornál is azt érzem, hogy ez az EP, ez most öt szám, ezzel most így megmutatta, hogy ő mit tud, de hogy baromira kiancsálnék egy tényleg egy full 10-12 számos EP-nél, hogy tudná ezt a szintet hozni, és én baromira örülnék neki, hogyha mondjuk az egyik számához lenne egy valami ütősebb videoklip, és lehet, hogy ezt már többen fel is kaphatnák, mert tényleg ez nekem nagyon-nagyon csúszik. A harmadik anyag, amiről beszélni fogok, az egy Ízig Vérig Rock EP, ez a Simple Mindset Szabadság Íze című lemeze. Az a helyzet, hogy a első számnál egyből, ami a Szabadság Íze EP címadó dal is egyben, azt éreztem, hogy amikor így elkezdődött az egész flow, hogy hú, ez lehet, hogy most egy kicsit ilyen rage-es beütés lesz, mert hogy tényleg az énekes az így kb. Ilyen zekesen így elkezdett így félig rappelni, de aztán ahogy tovább ment az EP, aztán éreztem azt, hogy ez abszolút nem rage, hanem itt nagyon dallamos, jó riffeket hallottam, és tényleg baromi profin hangszerelt, és nagyon ilyen tényleg igazi zúzós, de nem úgy zúzós, hogy hörgős, hanem igazi ilyen klasszik rock ütemeket fedeztem föl, és megmondom őszintén, hogy ezt, amit most fogok mondani, ezt a lehető legpozitívabb értelemben akarom mondani, de nekem egy kicsit ilyen rocksulis, musicales beütésem volt, tehát tényleg annyira könnyen fogyasztható volt ez az úzás, hogy én azt éreztem, hogy ez lehet, hogy egy simán elférne egy musicalbe is, ami szerintem nagyon királyság, ami nekem egyedül egy kicsit ilyen negatívum, és ezt már több videóban is elmondtam, hogy nem szeretem azokat a zenekarokat, akik magyarul is és angolul is énekelnek, mert akkor nem tudom, hogy az egészet hova tegyem, és nem tudom azt, hogy akkor most őket így hova lehet orientálni, tehát hogy én a srácok helyébe megtartanék egy bizonyos irány, mert egyébként az angol számok sem rosszak, de szerintem így az eddigi dalokat hallva nekem ezek a magyar szerzemények azok, amik jobban ütöttek, és főleg az Úgy, ahogy kérte című szám, ami tényleg nagyon király. A következő és egyben utolsó szerzemény, az pedig egy EDM track lesz, Boreal Warfare nevezetű száma. Fú, srácok, ez iszonyatosan súlyos szám, ezt mindenképpen hallgassátok meg, és be is fogom alulra linkelni a leírásba az összes eddigi zenét, amiről beszéltem, tehát nyugodtan majd nézzetek rá. Ez a szám, ez egyébként egy ilyen nagyon durván ilyen szeretelős elektro vibe, az egész az totál elszállás, és nem olyan értelemben, hogy akkor én most leülök és chillezek, hanem itt tényleg az ember, hogyha ezt hallja ezt a zenét, akkor muszáj most azonnal kimenjek futni, hogy tényleg nem tudsz egy helyben maradni, és egyébként, hogyha ezt a számot most így hallottam volna, így a semmiből egy mondjuk rádióba, akkor tudsz, hogy azt gondolom, hogy ez valami nem tudom, Delta Heavy, vagy Nero remix, vagy igazából saját szám, mert iszonyú profi, és azt gondol az ember, hogy ezt egy ilyen nagyon profi sound systemmel, egy profi berendezéssel csinálták meg, és közben meg szerintem ez a srác, aki ezt a számot csinálta, ez teljesen egy ilyen teljesen feltörekvő otthon sufniba összerakott zenét csinált, és egyébként ebbe a stílusba szerintem az a király, és a mai világban ugye általában az a nagyon fantasztikus, hogyha mondjuk valaki meghallja ezt a számot, és mondjuk ő ezt fölteszi YouTube-ra, és lehet, hogy egy valamilyen külföldi oldal ezt így felkapja, mert tényleg ennek ugye teljesen kortalan, meg teljesen nyelvhez nem köthető szerzemény az ilyen, lehet, hogy aki fölkapja, és akkor mondjuk a világ másik végén ebből egy tök más
sláger lesz, vagy ne adj Isten egy valamilyen cég is azt mondja, hogy hú, ez nekem kell a valamilyen reklámomba, és akkor be lehet egy ilyen számmal tök simán futni. Teljesen így nem az olyan előadókat, akiknek van ez érzéke, és szerintem Bálintnak, aki Baurill néven fut, elég jó esélyei vannak arra, hogyha most egy ilyen számokat tud csinálni, és tényleg tudja tartani ezt a minőséget, ezzel a tényleg mai trendekkel el tudjon indulni egy olyan irányba, ahol neki több keresnivalója is lehet a világban. Srácok, ennyi voltam erre a hétre, pontosabban ennyi voltam erre az évadra, most lesz egy kisebb szünet, igazából ilyen október körül fogunk visszatérni, addig is nézzetek meg a régi videóinkat, iratkozzatok fel az oldalra, hogyha még nem tettétek, ez a videót is lehet lájkolni, és kövessétek az Instánkat, meg a Facebookunkat, mert ott azért nem fogunk eltűnni. Ezen a héten is szokásos módon csinálok egy Spotify-s playlistet, ahol ezeknek az előadóknak szerintem a legjobb számait fogom egy ilyen egyveleggé összemosni, azt is hallgassátok majd meg. Én Simon Dájt voltam, Season 1, Episode 23, hamarosan találkozunk. Peace!